jólét és életbiztonság megteremtése, a győzelem kivívása és a nacionalista és szocialista Európában való méltó helyünk kiharcolása véget, nemzetünk elhatározta erőinek totális mozgósítását, a régi rendszer gyökeres felszámolását és a magyar nemzeti szocialista politikai, gazdasági és társadalmi rend beállítása. A kitűzött célok elérése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében a parancsoló szükség folytán és a felelősség teljes tudatában a hatalmas Szárasi Ferenc és az általa vezetett nyilaskeresztes párt és hungarista mozgalom vette át. Magyarország és a magyar nemzet ezzel a nagy jelentőségű eseménnyel életének döntő fordulatához érkezik. Az évtizedes, súlyos szenvedések árán vívott belső nemzeti szabadságharc fényes diadalát feladta, és lerázta nemzetünkből azt a reálterpeszkedő veletést, amely a paraszt, munkás, értelmiségi, nő, ifjú és katona, tehát az egész nemzet elproletárosodását eredményezte. Az elnyomó, bitorolt uralom megszűnt, a nemzet kivívta belső szabadságát, hogy megépíthesse új életét, amely nacionalista és szocialista lesz minden egyes dolgozó jóval.